Üdvözlöm Szibériából, kedves barátaim! Fú, mínusz 45 fok van itt kint, de még zöldek a fák, hoppá! De majd az intro után folytatjunk! Itt vagyunk, valójában nincs is hideg. Ez, azt mondják, hogy ez egy ritkaság, hogy ilyenkor ilyen meleg van, több mint 10 fok. Szerintem Moszkvában ugyanolyan idő van, hiába Szibériába mentünk. Annak örülök amúgy, mert én már voltam mínusz 40-ben. Jó, de nem baj, hogy nincsen hideg. És voltunk most Tomszkban. Voltak programok ott is, reggel este, két éjszakát ott aludtunk. Erről látjátok most videókat, képeket. Megérkeztünk most a Tomsknak a központjában. Így néz ki, egy kis egyszerű néz ki, de ki van írva. Volt reggeli program, esti program, megint reggeli program, és akkor én is tartok leckét, meg énekelni szoktam, meg ilyeneket. Vagy tegnap délután átutaztunk másik városba, Novokuznyeck, ahol most látjátok, udvarában vagyunk, és nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ez egy templom. Mert általában látjátok majd a videón ilyen kisebb központok mindenhol, de itt pedig nagyon-nagyon szép az egész, de idáig ez a legszebb templom Oroszországban, amit én láttam, vagy központ, bárkinek hogyan tetszik. Legszebb, ennél jobbat még nem láttam. Az is lehet, hogy ez ilyen, lehet, hogy több is ilyen nincsen. De most már nem látjuk meg sokat, most még megyünk két városba. Tegnap érkeztünk ide, ugye repültünk, igen, kicsit mesélek, repültünk Gilincsig, Fekete-tengertől Moszkvába, ott vártunk, onnan még 4,5 órát repültünk Tomszkba éjszaka. Az volt a szerencsénk, hogy fél gép üres volt, és akkor úgy repültünk, hogy egy sorra tied. És akkor 3 ülésre lefeküdtünk, és akkor egy pár órát tudtunk aludni is, és ez így jó esett. Legalább ennyi órát tudtunk pihenni, ez jó. Akkor utána voltunk Tomszkba 2 éjszakát, tegnap érkeztünk ide, volt esti program, most volt reggeli program, most volt még délelőtti program, szóval 2 program ma már tartottunk, és mindjárt ebédelünk, ebéd után indulunk Novokuznyeckból Barnaulba, ott vagyunk talán 2 éjszakát, és utána onnan indulunk tovább Novoszibirszkben, ott vagyunk 1-2 éjszakát, majd meglátjunk, és onnan már repülünk Moszkvába. Hát ilyen kis rövid kirándulásunk van. Most pedig megfordulunk és elindulunk veletek, és megmutatom nektek a templomot belül, milyen csodálatos hely. Megyünk akkor befele. Akkor most itt vagyunk a templomban, Novokuznyeck épület belül. Itt van a Dira Lalita Prabhu, aki itteni főnök, prezident. És akkor őt megkértem, hogy menjünk körbe, és én fogok kérdezni. Сколько лет этому храму уже? 2. 7 éves ez a templom. Это вы с нуля его построили, да? És akkor azt kérdeztem, hogy teljesen nulláról építették, és akkor teljesen nulláról építették ez a templomszoba.
И откуда у вас Прабхупад Божество? Можем пойти туда. Из Омска. Ами итлат лет латни Мурти, Шрила Прабхупад Мурти, Омск был хостанг. És körülbelül 100 hívő van itt, akik gyakorolnak Krishna tudatot. Nagyon szép. Сколько квадратных метров весь храм? 430 négyzetméteres a templom. Igazából ez az a templom, ahol én jártam, ez a legjobban, ami nekem tetszik. Idáig Oroszországban lehet, hogy csak egy ilyen van. Most megnézzük az oltárt. Oldalról titkosan, általában amikor zárva van oltár, akkor nem lehet bemenni, de mi most bemegyünk. Hare Krishna. Krishna Krishna. Itt van egy kis oltár konyha, Hare Krishna. És akkor megyünk oltára. Itt kulissza mögött. Veszélybe. Függőimor mögött vagyunk, titkosan. Nitai Goranga. Nitai Goranga. Sajnos nem tudjuk most megnézni az egész, de én jó, szép az oltár, ilyen kis faragott. Itt is van Prabhupád. Lelkitanító mester láncolat, ahogy kell. És Jagannath Baladev Subhadra. Ez a mellette van egy oltár mellett, még egy kisebb oltár. Aha. Nagyon köszönöm. És akkor nagyon szép, nagyon tiszta, és akkor most elmegyünk, bemegyünk a konyhába, az is eléggé jó meg van csinálva, tisztaság van ott, sokan lelkesen főznek. Amikor itt voltam, kicsit korábban tele volt, nagyon lelkesen sokan főztek itt. Szóval ez egy jó, nagyon jó hangulat. Szia Vesel, Hare Krishna. És most elmegyünk emeletre. És ezt pedig nem érdem. Mert fönt ugye van tulajszi szoba, ahol van vigyázva, gondoskodva a tulajszi kis növénykért. Nagyon nagy ablak, ez nagyon jó néz ki. Van egy udvarok, lehet látni, itt van ennyi. Aha. Igen, ez a város szélén van, és akkor itt lehetne látni várost is. Aha. Gyárt is lehet látni. Какой завод? Металлургический. Jó, fémgyár, vasgyár. Na és akkor innen, hogyha mi megnézünk, jobban néz ki a fényébe. 18 tulaszi van. Itt van meg a tulaszi mellett, még vannak vendégszobák, az is nagyon jó néz ki. Megmutatom én, hol laktam, melyik szobába. Nagyon jó szoba, nagyon tiszta. Persze most a fény, bekapcsoljunk a világítást. Szóval eléggé jó, igényes, tiszta, jól néz ki minden, jó állapotban van minden. Nagyon jó kis szekrény van, itt vagyunk, látjátok, ilyen ágy, szóval így jó, nagyon, nagyon szép. Hát ez a templom, ami igazából nekem igazán tetszik, mert igényes, szép, tiszta, világos, két éve építették, és minőségi, jól néz ki, jó, nézitek az ajtó, és jó minden. Nagyon jó. Давайте, там его нету сейчас? Он здесь там. Он там? Марази? Да. О, пока там. Most pont készül ebédelni Bhakti Chaitanya Swami, és akkor lelkitanító mestereknek ilyen szobát készítették. Nagyon szép. És ami fontos, hogy mi most látjátok, mindjárt mutatom bőröndöket már, mindjárt utazunk. Mindjárt. Rendben, köszönjük szépen. Utazunk, és majd találkozunk legközelebb.